Ismét ítéletidővel jött a felfrissülés, viharokkal, felhőszakadással, jégesővel és orkánerejű széllel érkezett meg a hideg front a keleti, majd a nyugati ország részbe. Szabolcsban, Zemplénben és Hajdú-Bihar megyében autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek a fák. Több ház tetőszerkezetében is kárt tett a vihar. A tűzoltóságot 1000 helyszínre riasztották, hatalmas a pusztítás. A biztosítók összesítése szerint egyébként júniusban 1,5 milliárd forintos kárt okoztak a viharok eddig, és ebben még a mai pusztítás nincs benne. Kora délután hirtelen elsötétedett az ég Kisvárda felett. Percekkel később, ahogy ezen a nézői felvételen is látszik, ritkán látott vihar tarolta le a strandot. Ennek a büfének a dolgozói próbálták megmenteni, amit lehetett, de a szél az esővel együtt hatalmas pusztítást végzett. Székek és virágcserepek hevertek a percekkel előtte még napos strandjárdáján, a kijáratot pedig teljesen beborították a letört faágak. A városban kidőlt fenyőfák hevertek egymás mellett, de ez csak a pusztítás kisebbik része. Az egyik általános iskola tetejét ugyanis több mint 30 méter hosszan tépte fel a vihar, az iskola előtti park pedig szinte teljesen megsemmisült. Nem sokkal 2:30 után Nyíregyházát is elérte a hideg front, és cseresznye nagyságú jégeső esett. Volt, aki ki sem tudott szállni az autójából a heves zivatar miatt. A város központjában rövid idő alatt olyan sok eső esett, hogy pillanatok alatt egybefüggő vízfelületté változott több utca is. A kocsik szinte tengelyig elmerültek. Máté Szalka sem úszta meg károk nélkül a vihart. Megbontott tetőket és kerítéseket, letarolt udvarokat hagyott maga után a zivatar. A hatalmas fenyők sem állták ki az orkán erejű szelet, többet is gyökerestül csavart ki. Volt olyan, amelyik kapuk előtt dőlt ki, így a kijárást is elzárta a bent tartózkodók elől. Ajak határában a 4-es számú főúton még a gépjárművek sem voltak biztonságban. Egy kamiont szó szerint feldöntött az orkán erejű szél. Mi magunk is meglepődtünk, a kamion Kisvárda felől közlekedett Nyíregyháza irányába, és orkán erejű széllökésekbe ütközött bele. A kamionsofőr megállt, de a széllökés egyszerűen felborította a tehergépjárművet, ezt láthatják most a nézők. Igazából az volt a probléma, hogy nem volt megpakolva, nem volt súlya a teherautónak, és bele tudott kapni. De egyébként a tehergépjármű mögötti kukoricatáblán is tökéletesen látszik, hogy itt vonult át az orkán erejű szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1000-szer riasztották a katasztrófavédőket. Több olyan útszakasz van, amely járhatatlan, csak félpályán jár, vagy csak félpályán járható. Kidőlt fák, villanyvezetékre, épületre dőlt fákat távolítanak el a tűzoltók. Ajaknál kamion borult fel. Kisvárdán több közintézmény, illetve lakóingatlan tetőszerkezetét bontotta meg, és szakította fel a szél. Hajdú-Bihar megyében is volt munkájuk bőven a szakembereknek. Létavértesen egy 15 méter magas fát csavart ki a szél, ami 3 autót temetett maga alá. Szerencsére az autókban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés információink szerint nem történt. A város temploma is megsérült, a torony tetején elhelyezett kereszt letört. Csak ebben a városban 11 helyszínre hívták ki a katasztrófavédőket. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bodrog keresztúron több ház tetejét szinte teljesen letépte a vihar, és vezetékeket is leszaggatott. A zivatar erejét jól mutatja ez a kettétört fa is. Az egészséges fatörzs szinte szájaira hasadt. Az emberek megdöbbenve álltak és nézték az utcán a párperces pusztítás nyomait. Nagy szélvihar jött, hatalmas esővel, forgószéllel, minden fákat kicsavart, fenyőfákat, házfát, mindent az udvaron. 75-től itt akok, itt még ilyen vihar soha nem volt. Aki tehette, már neki kezdett a romok és a törmelékek eltakarításának, hogy fel tudja mérni, milyen kárt tett a mai párperces vihar. A júniusi szeszélyes időjárás miatt több mint 16 ezer bejelentés érkezett eddig a biztosítókhoz. A legfrissebb jelentésük szerint a károk meghaladják a 1,5 milliárd forintot. Ebben a becsült összegben a mostani károk még nem szerepelnek. És élő kapcsolásokkal folytatjuk, jöjjön először Zé Pintje Zsolt Kisvárdáról. Hát nehéz elhinni, hogy ekkora pusztítás, amit itt az előbb az anyagban látunk, illetve ahogy mögötted látom a fákat, nem okozott személyi sérülést. Nyugtass meg, hogy tényleg nem okozott személyi sérülést.
Személyi sérülést nem okozott a vihar, legalábbis mi így tudjuk pontosan, de az imént beszéltem például Pusztadobos polgármesterével, oda még nem tudtunk eljutni, hiszen mi Kisvárdán forgattunk, és ő azt mondta, hogy több mint 200 ház sérült meg az orkán erejű szélben, és azt mondta, hogy amik a szem ellát azon a településen, ez egy faluról van szó, ott szinte nincs olyan ház, ami ne sérült volna meg. És mi most a Kisvárdai várnak a parkjában vagyunk, már több helyen forgattunk a városban, ez a teljes belváros, illetve az egyik anyagban elhangzott, hogy a fürdőnél látták, hogy mekkora vihar volt. Itt most a kamera megmutatja, hogy mit csinált. Olyan, mintha egy hatalmas, óriás végig trappolt volna ezen a parkon, és amit ért volna, amilyen fához hozzáért, annak leszaggatta az ágait, vagy éppen tövestül derékban kitörte. Ez egyébként a Leszfestnek a helyszíne, jövő héten itt rendezik meg a Leszfestet, már áll néhány sátor, azokat is összeborította. Azt ígérik a szervezők, hogy természetesen jövő hétre majd rendbe rakják ezeket a dolgokat, fel kell majd hasogatni ezeket a fákat, el kell tüntetni innen. És hát ugye a legfontosabb az, hogy rettenetes mértékben károsodtak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a különböző lakóingatlanok, 1000 helyszínre riasztották a tűzoltókat, és hát mi sem jutottunk el mindenhová, de nagyon sok helyről jelezték nekünk, hogy rengeteg lakóingatlanba esett kár, illetve keletkezett kár. Ezeket is majd a következő napokban valószínűleg meg tudjuk mutatni a nézőknek. Egy biztos, hogy itt Kisvárdán, aki itt volt, átélte ezt a vihart, azt mondta, hogy ők még ilyet nem láttak, 120-130 kilométeres széllökésekkel, orkán erejű széllel jött ez a vihar hatalmas esővel, és amit ért, amihez hozzáért, iskolát, magánépületet, vagy éppen fát, azt felborította, leszakította, eltörte, hihetetlen károkat okozott itt Kisvárdán. Én azt olvastam az interneten egyébként, hogy az, hogy egy szupercella alakult ki ott Kisvárda környékén, az úgy tűnik, hogy tény, de hogy sokan forgószélről, tornádóról is beszélnek, hát ez majd kiderül, hogy tényleg így volt-e. Zépintye Zsoltnak köszönjük, megyünk a szomszéd megyébe, Embíró Lizához, Bodrog keresztúrra, ott mekkorák a károk, ahogy látom mögötted, szép termetes fa fekszik a földön. Így van, jó napot kívánok, szervusz, és valóban itt Borsodaba Új-Zemplén megyében, annak is a zempléni részén, tehát Sátoraljaújhely, Sárospatak térségében, illetve Bodrog keresztúr, Bodrog kis faludon okozott legnagyobb károkat. A helyenként 120-125 km/órás szél. Jól látszik, hogy ilyen öles fákat dört derékban ketté, vagy csavart képen tövestől a földből, és ez okozta a legnagyobb gondot, hiszen több mint 70 alkalommal riasztották a tűzoltókat kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz. Ezek elsősorban a közlekedést nehezítették meg, hiszen a 37-es számú főúton csak lépésben lehetett haladni egyes területeken a kidőlt fák miatt. Komoly torlódások is kialakultak, hiszen meg kellett várni, amíg a tűzoltók feldarabolják ezeket a fákat, és komoly vízátfolyások is nehezítették a közlekedést, hiszen helyenként 30 mm-t meghaladó csapadék esett. És két településen, Bodrog keresztúron és Bodrog kisfaludon lakóházakat, ingatlanokat is megrongáltak a kidőlt fák, mint egy tucatnyit, és természetesen leszaggattak villanyvezetékeket, és emiatt nincs áramszolgáltatás, és mobil szolgáltatás sem ezeken a településeken, de folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Embíró Lizának köszönjük szépen!